Az RSQ a tökéletes példája annak, hogy a kevesebb néha több. Ennek a játéknak összvisz két változata létezik. Van a Master System port, illetve az eredeti arcade verzió. Na most néhányan mondhatjátok, hogy ez igazából csak a Choplifternek egy koppintása. Én azért ezt mutatom be, mert én ezzel játszottam. Oké, köszönöm. A kettő között a legnagyobb különbség, hogy míg az arcade változat egy szabadon körbejárható, háromdimenziós környezetből áll, addig a Master Systemre az ilyen kaliberű 3D-t már nem tudták megoldani, úgyhogy a Space Harrierrel ellentétben itt a teljes játékot átültették egy oldalnézetes 2D-s, kb. Teljesen más játékba. De közben mégis ugyanaz a kettő? Let me explain. Mindkét játékban a feladatunk, hogy az adott pályán adott mennyiségű bajba jutott embert kell adott bajból kimentenünk. Az arcade verzióban ezek többnyire katonák, a Master Systemen viszont civilek. És ha megvan az adott embermennyiség, akkor a többieket nyugodt szívvel hagyhatjuk tovább szenvedni a bajban, és mehetünk a következő pályára. Valaki... vagy csak segít rajtuk. És hogy melyikkel milyen érzés játszani? Míg a Master System portban nem csak hogy kényelmes az irányítás, de ténylegesen úgy is érzed, hogy egy helikoptert vezetsz. Nem mintha lenne összehasonlítási alapom. Addig az arcade változat jobban hasonlít inkább egy tenger alatt járóra. A rossz értelemben. Ezen kívül nehezebb is észrevenni a bajba jutottakat, a nehézkes irányítástól nehezebb kikerülni a ránk irányuló támadásokat, de az egész játékban a legidegesítőbb azok maguk a bajba jutottak. Nem tudom, csak nézzétek! Viszont az arcade változatnak kétségtelenül a legjobb része az a zene. Korához képest elképesztő hangzása és az egész végig adrenalin pumpáló tempós rock and roll. Szóval igen, ha választani kell a kettő közül, egyértelműen a Master System verziót ajánlom, de arra számítani kell, hogy mindkét játék nagyon rövid. Az arcade verziót 35 perc alatt, a Master Systemet pedig mindössze 25 perc alatt sikerült végigjátszanom, de a pályák azok legalább változatosak, és a Choplifternél kicsit érdekesebb a gameplay. Ugyanis a Choplifterrel ellentétben itt a mozgásterünk az kiterjed függőlegesen is, és emiatt sokkal élvezetesebb körbejárni a pályákat. Összegezzünk. Szóval az RSQ Master System változata nálam 90 pontot kap a 100-ból, ezt egyedül a rövidsége miatt kapja, egyébként ennek a változatnak is nagyon jó zenéi vannak, jó a gameplay, szép a grafika, úgyhogy nagyon fun. Ja igen, és a pályák is változatosak, úgyhogy tessék szépen kipróbálni. Úgyhogy ennyi lett volna ez a review, ha tetszett nektek, akkor iratkozzatok fel, és ne felejtsetek el az én és Paci csatornájára is feliratkozni. Sziasztok!